Hazánkban egyedülálló képzést szervezett a pedagógusoknak a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége. A kurzusokon 50 tanár vett részt, így közvetve 250 középiskolai és körülbelül 4-500 felsőoktatásban tanuló diákhoz jutnak el az afrikai sertéspestissel és a sertéstámogatási, illetve az ENAR rendszerrel kapcsolatos legfontosabb információk. A pedagógusok ugyanis a kétszer-kétnapos képzésen megszerzett tudást saját intézményeikben továbbadják diákjaiknak. Az első találkozó témája az ágazat jelenlegi legégetőbb és legnagyobb kihívása, az afrikai sertéspestis volt, amellyel hosszú távon számolnunk kell. Úgy gondoljuk, hogy a jövő generációját feltétlenül fel kell készíteni az afrikai sertéspestis jelenlétére, és arra, hogy a gyakorlati életben hogyan tudják megóvni a sertéstelepeiket, vagy éppen amelyik sertéstelepen dolgoznak. A képzésnek a szexárdi Csapó Dániel szakiskola adott otthon. Az MSTS-tel a kapcsolat az nem olyan régi, de ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző az együttműködésünk. Nagyon sok támogatást és segítséget kapunk a képzések szervezésében is. A Gödöllői Szent István Egyetemen már tovább is adták a diákoknak az afrikai sertéspestis elleni védekezés legfontosabb tudnivalóit. De még számomra is voltak olyan információk, amelyek abszolút hasznosak és újdonság értékkel bírtak. A hallgatók szerint az oktatók által átadott tudás rendkívül hasznos volt, hiszen a száraz tényanyagok helyett gyakorlati oldalról közelítette meg a problémát. Ami a legfontosabb szerintem az, hogy rávilágított arra, hogy nem csupán a vadászokat és az állattenyésztőket érinti ez a probléma, hanem esetlegesen az ország gazdaságát és a hétköznapi embereket. A második, decemberi képzésen az egységes nyilvántartási azonosítási rendszer volt a fő téma, ami azért is kiemelten fontos, mert éppen az afrikai sertéspestis kapcsán pontosan nyomon kell követnünk, hogy mi történik egy-egy állattal, szükséges tudni, hogy milyen szállítások, bejelentések kapcsolódnak hozzá. A képzés jelentőségét az is igazolja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az első perctől bekapcsolódott a képzésbe. A hivatal igazgatója szerint a kurzusnak köszönhetően valóban a legfrissebb információkhoz juthatnak hozzá a fiatalok. A jövő generáció szempontjából ez azért kiemelten fontos, az afrikai sertéspestissel biztos, hogy hosszú távon kell számolni. Magyarországon, ha minden jól sikerül, akkor is 10-15 évig ez napi problémát fog okozni a sertéstenyésztésben. A képzés természetesen a jövőben is folytatódik, hiszen a szövetség szeretne választ adni jelenlegi és jövőbeni tagjainak a folyamatosan felmerülő, főként a fejlődő agrártechnikát és a genetikát érintő kérdésekre is. Egy a célunk a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének, hogy az a több mint 1000 tagunk, aki megtisztelt a szervezetet bizalmával és részt vesz a munkákban, a lehető legtöbb tudást, információt kapja meg ahhoz, hogy minél eredményesebben tudjon gazdálkodni.